Sziasztok, ez a Beszélnünk el podcast. Én Détót Kriszta vagyok, és itt van velem állandó beszélgető társam, Orvostót noemi klinikai szakpszichológus. Szia, Noémi! Szia, Kriszta, sziasztok! Szerkeztünk Vilákovics Radojka nevében is szeretettel köszöntünk benneteket a VMN stúdiójából. A társkeresésről, magányról, egyedüllétről fogunk ma beszélgetni. Szóval valami olyasmiről, ami az életünk bizonyos szakaszában gyakorlatilag mindannyiunkat érintett valamennyire. Miközben ugye a szeretet igénye univerzális, és hát évmilliók óta nem változik, a szeretet és a kapcsolódás megszületésének a környezete meg a körülményei hát totálisan átalakultak. Egyéni szinten is, és társadalmi szinten is. Szóval rengeteg hatás és ellenhatás ér minket ezen a téren is. A minta és az elvárás, a külső és a belső elakadások, szóval nagyon izgalmas időket élünk hogyha a társkeresésről, meg az egyedül létünkről, magányunkról van szó. Noémi, te fel tudod idézni magadban, hogy mikor érezted magad utoljára magányosnak? Igen. És akkor <laughs> <Igen>. róla beszélni? <laughs> Igen, ugye ez egy olyan kérdés. És te is éreztél már ilyet? Hát persze, hát hogy de éreztem volna már magam magányosnak. Igen, és fel is tudom idézni. És aztán ez egy jó dolog, hogy ez megtörténik, mert hogy ez segít mondjuk Például nekem kapcsolódni azokhoz a kliensekhez, akik mondjuk pont ezzel a problémával keresnek fel. Hogy tudom, hogy az milyen, hogy milyen érzés, amikor azt érzed, hogy csak úgy lóksz az univerzumban, és nincs senki, aki, aki észrevenne téged. A, a pszichológus Stanislavski módszere, tudod, hogy a, az elmerülés abban, amit, amit játszol, úgymond. Um, Popper Péter azt mondta, hogy végső soron Mindannyian egyedül születünk, egyedül halunk meg, és a kettő között, amit életnek hívunk, szóval az élet fontos kérdéseiben is tulajdonképpen egyedül vagyunk. Ezzel te egyetértesz? Egy bizonyos szinten egészen biztosan, hogy a saját belső világunk az mindig a sajátunk. Lehet jó hidakat építeni két ember között de hogy mindig lesz egy rész, amit nem tudsz bejárni a másikban, és benned is mindig lesz egy olyan rész, ahova nem tudod beengedni a másikat. Hogy még a legösszehangoltabb, egymásra hangoltabb élményekben is van valami, ami nem közös. És ezt, ezt megtanulni, elfogadni és ezzel jól élni, azt gondolom, hogy ez az egyik nagy feladatunk az életben. Hát meg azt talán elfogadni és megtanulni, hogy a, hogy ismerni azokat a belső szegleteket, amit majd úgyse fogsz tudni megosztani mással. Neked viszont tudnod kell, hogy melyek ezek, és mi van ott, és mi, mi, mi lakik ott, vagy, és ebben Igen. hiszel? Igen, Tehát, hogy a, persze. Szóval, hogy a jó társ kapcsolat alapja, az a jó önismeret és a jó társismeret. Ahogy ismerem a saját kis rejtett szugaimat, de legalábbis ö, folyamatosan kutatom, hogy ki vagyok én valójában, miért úgy reagálok, mi mozgat, ha valami vonz, az miért vonz igazából, és nem csak így a felszínen ú, megmagyarázom, mert hanem hanem Közelmelek menni magamhoz, ismerem a saját félelmeimnek a természetét, a, a gyerekkoromnak azokat a jelentős eseményeit, amik mondjuk formálták az én valakivé válásomat. Ez nagyon fontos, és ehhez bizony kell sok egyedüllét, és kell egyébként a magány is, ami, ami persze más, mint az egyedüllés. Szóval, hogy kell a magánynak a szenvedése ahhoz, szerintem, hogy aztán már megtanuljunk jól kapcsolódni. Jó, szerintem akkor kezdjük is ezzel, hogy mi a különbség alapvetően az egyedüllét és a magány között. Az egyedüllét az az állapot, amit önként választasz, amikor nem vagy másokkal együtt, hanem, hanem úgy magadra zárod az ajtót, és magadra figyelsz, vagy arra figyelsz, amire az éppen figyelni szeretnél, de minden esetre nincs más ott a közeledben. Míg a magány az az érzés, amit akár társaságban is megérezhetsz, megélhetsz, hogy szeretnél kapcsolódni, de nem tudsz, mert nincs kihez, mert nincs, aki igazából kíváncsi lenne rád, vagy aki kíváncsi lenne, annak nem szeretnéd magad megmutatni, és ezért ez egy fájdalmas állapot. Az egyedül lét az egy az egy ilyen olyan állapot, amit amit jól viselsz, jól érzed magad benne. Ami nem, nem visel meg, a magány, az megvisel. Az egy nagyon fájó érzés. Nem véletlenül az egyik legszigorúbb büntetés a börtönökben a magánzárka. Mert azt, mi, azt pontosan tudják a fogvatartók, hogy azzal kínozni lehet az embert, hogyha elszárják a kapcsolódásnak a lehetőségétől. A magány egyébként, még mielőtt a koronavírus bejött volna az életünkbe, ez volt az a. a idézőjelbe tett betegség, ami a leginkább terjedt vírusszerűen, hm. járványszerűen terjedt a modern társadalmakban. Egyébként 2018-ban Tereza May magányügyi minisztert nevezett ki, ami már jelzi ennek a súlyosságát. Ez közegészségügyi, fel... így van. Így van. tehát Ez az, azt feltételezi, az... hogy közegészségügyi Ez, így van. Hatása, van. hatása van. Annak, hogy egyre több és több ember érzi magát magányosnak, és a magányosság az nem csak egy érzés, nem csak egy élmény, hanem annak van egy, egy fizikai megjelenési forma. Is, tehát rombolja nem csak a lelket, hanem a testet is, hiszen a két dolog egymástól elválaszthatatlan, és pont ebben a témakörben lehet leginkább tetten élni, hogy hát bizony magányosnak érzem magam, és ettől szenved a testem is. Mi zajlik le egy emberben? A lelkében, a fizikumára hogy hat, amikor a, a magány, tehát hogy rombol? A magány az megemeli a stressz szintet, és folyamatosan magasan tartja. Ez nem egy ilyen hirtelen fenyegetettségi állapot, hanem egy elhúzódó stresszhelyzet, egy olyan helyzet, ami ami nagyon kellemetlen, és amiből nem tudsz menekülni. És azt tudjuk, hogy a fenyegetettség, amiből nincs menekvés, az lassan erodál. És ezt és csinálja a magány is, hogy erodál minket. Egyszerűen megeszi a lelket, és közben meg eszi a testet is, hiszen amikor nem tudod ezt a stresszállapotot megszüntetni, az folyamatosan öm, egy olyan állapot, amikor magasabb a, az, a, a vérnyomásod, a, a hevesebben ver a szíved, lehet, hogy nem érzékeled, de de mégis ott van ez, a, ez az állapot, és hát ez természetesen rombolóan hat az immunrendszeredre, a teljes öm, testi működésedre. Igen, közben, ahogy ezt mondod, előkerestem itt a papírjaim között, hogy vannak egyébként erre sok-sok tanulmány, nem véletlenül, hát, hiszen te is mondod, hogy van erre ö, kinevezett, ö, most már végre hajtó hatalmi ö, ember is nagy britanniában Szóval, hogy az egyik tanulmány szerint a teljes szociális elszigeteltség nagyjából olyan káros hatással van a halálozási esélyeinkre, mintha naponta 1500 cigarettát elszívnánk. Így van. Nyilván nem a Igen. Ö, kémiai ö, dolgokra kell itt gondolni, hanem arra, arra az állapotra, amit, amit előidéz. Egy másik tanulmányból az derül ki, hogy a korai halálozás esélyét 26%-kal növeli. Ez gyakorlatilag ugyanazt mondja csak százalékos formában, ö, a tartós elszigeteltség, illetve, hogy hogy magasabb arányban károsít mint a, az emberiséget, mint az elhízás vagy a légszennyezettség. Ezek iszonyatosan kemény adatok, és arra lenni kíváncsi, hogy neked mi a véleményed, miért, milyen folyamatok vezettek ide, egyéni szinten, társadalmi szinten, illetve hát persze ez a kettő hat egymásra. Ugye induljunk onnan, hogy, hogy a közösségben való létezés az, egy olyan szükséglet, mint, mint ahogy szükségünk van ételre, folyadékbevitelre, szükségünk van levegőre, most ugyanígy be kell lélegeznünk a másik jelenlétét ahhoz, hogy jól érezzük magunkat, hogy az agyunk folyamatosan keresi a másikat, hogy rá tudjon csatlakozni. Ez egy ilyen evolúciós program, mert azt nagyon-nagyon korán megtanultuk évmilliókkal ezelőtt, hogy, hogy kell a másik ahhoz, hogy a mi túlélésünk biztosítva legyen. És amikor azt érezzük, hogy nincs a másik, akkor elkezdünk rettegni. És amikor az ember retteg, akkor az persze eszi a, a testét és a lelkét. Hogy mi vezetett idáig? Hát ez egy ö, nagyon összetett dolog. A, ö, szerepet játszott ebben a családoknak az átalakulása. Az, ahogy megszűntek a nagy családok, ahol egyszerre sokan voltak együtt, ami lehet, hogy fárasztó volt, bosszantó volt, nyüzsi volt, de mégis mindig volt valaki, aki ezt tudta szólni, aki ezt tudta kapcsolódni, aki megkérdezte, hogy hogy vagy, de, vagy legalább azt mondta, hogy állj aréb, És már az, az egy hát, hogy kapcsolat meg tudtad volt. érinteni. Tehát meg tudtad érinteni. Igen, tehát, hogy azt érezted, hogy igen, nem vagyok egyedül. És aztán, ahogy a nagy családok megszűntek, és egyre kisebb és kisebb közösségekbe mentünk, és a végén, ahogy Csányi Vilmos írja, egyszemélyes közösségekben létezünk. Mi egy oximoron egy így, személyes közösség. Így van. Hazamész, és becsukod az ajtót, és leszakadsz minden kapcsolódási lehetőségről. És igazából a munkahelyeden is ülsz a gép előtt, és, és a, a virtuális világba vagy elveszve. és Egy idő után annyi hiány halmozódik fel, ami, ami már, már, már nagyon nehezen viselhető. Milyen hiánytüneteik vannak? Tehát, hogy mi, mi, mi az, ami, amit te látsz rajtunk, a hozzádfordulókon? Fásultság, depressziós, tehát nyomott hangulat, motiválatlanság. Egyáltalán az életenergiának így az elcsorgása, én azt látom azokon az embereken, akik magányosak. Az, hogy, hogy mondod, azt, hogy, hogy, hogy a gépünk felé, a, a, a kijelzőink felé vagyunk fordulva. Szóval, hogy az, hogy állandó jelenlétünk, állandó jelen vagyunk egymás életében, mégiscsak mondjuk online. Tehát, hogy mégiscsak benne vannak a, az életünkben más emberek, csak egy másfajta kapcsolódásban. Ez hol helyezkedik el másfajta ebben az elmogat... tengelyen? Ja. a másfajta kapcsolódás tengelyen? A másfajta kapcsolódás. És másfajta mélység, ez a másfajta kapcsolódás egy másfajta mélységet jelent. Hiszen amikor itt ülök veled szemben, akkor, akkor rengeteg olyan információ is éri az én idegrendszeremet, ami egyébként nem éri. És ez adja a kapcsolódásnak az élményét, hogy látom a tekintetedet, hogy látom, ahogy most pislogtál, és egy picit összehúztad a szemedet, hogy most elmosolyodsz, és ezek mind-mind fajta információk, amik egyébként megnyugtatnak engem azzal kapcsolatban, hogy igen, nem vagyok egyedül. Amikor online kapcsolódunk, akkor ezek nincsenek ott, ezek a megnyugtató, ám nagyon szükséges jelzések arra, hogy tényleges a kapcsolat. Nem véletlen mondjuk azt, hogy virtuális ez a kapcsolat, mert, mert tényleg valahol egy olyan térben létezik, ami, ami igazából számunkra hozzáférhetetlen. Szóval, hogy még nem találta ki a, az evolúció azt, hogy ezt hogyan lehetne úgy csinálni, hogy ez az idegrendszerünk számára, a testünk számára, a lelkünk számára is valósággá váljon. Szóval olyan, mintha. Ezek mind ilyen pseudo, tényleg olyan, mintha kapcsolatok, de nem olyanok, mint. De van közben egy olyan kifejezés, hogy virtuális megnyilás, ami, ö, amit egyébként magamon is észreveszek néha, hogy, hogy különböző cset felületeken, írásban rövid, rövidebb vagy hosszabb üzenetekben, máshogy akár adott esetben jobban is megnyil hat az ember, vagy más, hogy nyitja meg magát, más mélységeket mutat meg, elárult titkokat írásban, és ez már átvezet oda, hogy hogy ismerkedünk ma, és hogy megy az udvarlás, meg a most oda-vissza a flört, mert hogy nagyon sok, ennek a, ennek a, kapcsolódásnak is egy, nagy része áttevődött a különböző chatszobákba, meg platformokra, meg alkalmazásokra, de szóval van egy ilyen jelenség, hogy azért cseten megnyílok, és aztán amikor ott van hirtelen a valós találkozás, akkor meg visszazárok. Ez miről szól? Amikor ténylegesen találkozunk, akkor folyamatosan kontrolláljuk egymást, hogy meddig mehetünk. Ugye, hogyha valakivel találkozol, és mondjuk néhány alkalom után rád vagy akár először rád zúdítja a magánéletének, a múltjának olyan igazi, mély fájdalmas, vagy nagyon intím részleteit, akkor így azt mondod, hogy ó, jaj, így visszahőkölsz, mert azt érzed, hogy túl gyorsan történik, hogy, hogy egy olyan határ, határt lépett át a másik, a, amit még most még nem kellene. Na most mindez ugye a, az online térben, ez a határ észlelés, ez nem történik meg. Tehát, hogy ahogy, ahogy például a tényleges életben látod azt, hogy én egy picit így hátrébb dőlök, és akkor érzed, hogy na most akkor itt most megállsz, nem mondod tovább, mert ez még, még sok lenne. Ez ennek nem vagy tudatában, de mégis kontrollálod magad, miközben én is kontrollálok. Téged, ez oda-vissza megy egy ilyen folyamatos teniszjátszmában vagyunk. Na most az online ismerkedésben nincs meg ez a teniszjátszma, és saját magaddal töltött ki a másik terét is. És nem veszed észre adott esetben, hogy hoppá, itt most többet adsz magadból, és ez egy olyan illúziót kelt benned, hogy már elmélyült a kapcsolat. Uh -huh. És amikor ténylegesen találkozol, igazából a tényleges kapcsolat akkor indul, és akkor egy kicsit olyan furán is érzed magad. Ennek közben már egy csomó mindent tudsz. Is a másik. Már annyi mindent tud rólam, és még most kezdem el nézni, hogy milyen a szája, amikor mozog, hogy kezdem el érezni, hogy milyen az illata, hogy az jó, nem jó, és ugye az ismerkedésben is, meg az emberek kapcsolatokban is, a lényegi dolgok azok soha nem a látható felszíni, szinten zajlanak, hanem tudattalan szinteken. És a szabályozás is ott zajlik leginkább. És hát ez, ez, mert hogy tudattalan, nem látunk rá, fogalmunk sincs, hogy mi zajlik, és amikor személyesen találkozunk, akkor akkor tudna jól elindulni a kapcsolat, de hát addigra már ugye előre szaladtunk, és sok-sok és olyan emberrel beszélgettem, aki rettentő nagyot csalódott. Mm. Mert hogy kitárulkozott, mert hogy eljutott egy olyan szintre valakivel, amiről azt gondolta, hogy hát innen már csak egy lépés, egy igazi jó elköteleződés, és akkor meglátta azt a húsvér valakit, és azt mondta, hogy hát olyan a hangja, ami nekem annyira... <laughs> Nem szimpatikus, olyan, ú, nem is, nem is jó hallgatni. Mégis tényleg annyi embertől hallom azt, hogy, hogy hogy, írásban vagy online szeretnek bele a másikba, hogy van kémia, ami ugye egy ilyen biológiai miért? fogalom, az, az, Igen. hogy van kémia az alapján, ahogy üzenetet váltanak, és hogy egész nap csetelnek, és hogy ő érzi, hogy, hogy ez szerelem. Mm. Tehát, mm. hogy nem lehet-e önmaga, az... önmagadba Igen. szeretsz bele, én attól Igen? Mm -hmm, abba abba, abba a, a saját vágyadba, a szerelem iránti vágyba szeretsz bele. Abba, hogy, hogy belenézel egy tükörbe, és önmagadat látod abban a tükörben. Szóval én azt, azt gondolom, hogy, hogy nem véletlenül van az, hogy nagyon-nagyon sok ö, ilyen, nagy lángolásnak aztán csalódása vége, mert egyébként ezt tapasztalom sok esetben, hogy nagy lángolás, tényleg én higgyem el, mondják nekem, hogy itt most olyan egymásra találás, egymásra Ez hangoltság. Tényleg. Ez most tényleg az, aki és aztán utána nagyon gyorsan kidúran a lufi. Nem csak, mert az jutott eszembe közben, hogy, hogy olyan korban élünk, amikor az alapfogalmaink változnak meg, tehát a tartalma a, a, azoknak a fogalmaknak, amelyeket napi szinten használunk az életünkre vonatkoztatva, például az ismerkedés, például a párkapcsolat, például a barátság, például a nem tudom a szerelem, a magány, hogy nem lehet-e egyszerűen az, hogy ma most ebben a poszt, poszt-modern -post korban a fogalmak változnak meg. Hát, meg minden Tehát, hogy más a, a magány most. Amit mi a 20. században magánynak hívtunk volna, és a 20. századi emberként, X generációsként itt ülve mind a ketten azt mondjuk, hogy ó, hát úgy el magányosodva, mint még soha. Lehet, hogy a mai, egy mai fiatal, ő ezt nem magányként éli meg. Hmm, Ez már nagyon metami. Ez nem feltétlen osztom, mert különösen a mai fiatalok végtelenül magányosak. Tehát hát anya, a kutatások, mai... igen, ezt igen. mondják. Csak a kutatásokat is az X-esek csinálják. Öm, igen, a de ha beszélgetsz a fiatalokkal, szóval, hogy nálam azért így megfordulnak a praxisban ö, kamaszok, fiatal kamaszok, ö, és, és azt látom, és arról beszélünk, hogy ők is ezt érzik, hogy, hogy valahogy... Persze máshogy fogalmazzák meg, hogy na, ah, mindenki hülye, senkivel nem lehet egy igazi jót beszélgetni, és közben arról van szó, hogy, hogy, hogy magányosak. És érdekes módon ugye úgy magányosak, hogy folyamatosan online vannak, és állandóan. Folyamatos kapcsolatban vannak. Folyamatos Igen. kapcsolatban vannak, és nem egy emberrel, hanem általában több alkalmazás van nyitva, és, és megállás nélkül NX akárhány hmm. emberrel beszélgetnek. Jó, lapozzunk kicsit tovább, mert hogy az is nagyon érdekes, hogy az egyedüllét, ami ugye nem ugyanaz, mint a magánya, ugye az előbb ezt már megbeszéltük, egyre több embernek választott létformája. Hogy Emma Watson, aki ugye egy ismert angol színésznő, ha máshonnan nem, akkor a Harry Potter sorozatból hermione ismeritek, nyilatkozta azt a Vogue egyik kiadásának, hogy I'm very happy, I call it being self-partnered. Tehát nagyon boldog vagyok, én ezt úgy hívom, hogy a saját magam partnere vagyok. Tehát saját partnerség. Ő úgy döntött, hogy ő nem akar párkapcsolatot. Ő jól van egyedül, köszöni szépen. És ezt egyre többen választják. Ez, ez miért van? Um, nekem inkább az a, az, a, az izgalmas, hogy ezt meg kell magyarázni. Ez is izgalmas. Hogy, igen, igen, igen. Hogy ezt meg kell magyarázni, hogy én most egyedül vagyok, aztán, hogy öt év múlva, két év múlva, fél év múlva szeretnék-e párt vagy sem, hát az majd eldől, de hogy most az életemnek egy olyan szakaszában vagyok, amiben jól érzem magam. Egyedül, mert nem feszít a párkeresésnek a, a, a terhe, meg ez a, ez a frusztráltsága. Ugye a legtöbb esetben az, azért ezt látni, hogy aki egyedül van, ő kétségbe esik attól, hogy egyedül van, nem tudja magát jól érezni a saját életében, mert belül is van egy elvárás, hogy kellene pár, hiszen az a normális, és általában a környezet is olyan furcsán néz arra az emberre, aki, aki egyedül is jól érzi magát, mert hát mégiscsak az lenne a normális, hogyha lenne egy társa. Szóval, hogy igazából de szinten kell, hogy ez bennünk átalakuljon, hogy kell-e feltétlen egy másik ember ahhoz, hogy jól érezzük magunkat, vagy tud-e legitim lenni a, az hogy, az, hogy, egyedül vagyok, és jól érzem magam. Tulajdonképpen itt erről van szó, hogy legitimálnunk Igen. kell ezt is. Ezt de hogy ez, ez tényleg igazad van teljesen, hogy tényleg ez az, igazá, ez az igazán izgalmas ebben az egész mondatban, és, és az, hogy mennyire stigmatizált az egyedüllét még mindig. Azzal együtt is, hogy egyre többen vannak így, és választják ezt, illetve azt, hogy a szingliség kultusza nem szerettem ezt a szót, de már nem a kultuszt, az se annyira, de a szingliséget végképp nem. Az azért nem egy új keletű dolog, hát a most már a Szex és New York sorozat is húsz éves. Igen. Tehát, hogy hogy, 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 azért 20 év alatt hozzá lehetett ahhoz szokni, hogy vannak olyan emberek, akik, akik az egyedül létet választják, sőt, tovább megyek a 10 évvel ezelőtti cenzus Magyarországon. 2011-es népszemlelés az, azt mondta, hogy azt hiszem, hogy talán másfél millió magyar él egy, egyedül. Mármint, mint, hogy nagykorú Igen. magyar. Szóval, hogy, hogy miért stigma ez még mindig? Szerinted? <síns> Hát ez megint egy ilyen illuzórikus elképzelés, hogy, hogy évtizedeken keresztül, vagy évszázadokon keresztül, vagy nagy családba éltél, és házasságba éltél. És nem létezett az az ember, aki egyedül élt, mert még a vénlányok is ugye valahogy integrálták, ahogy hívták őket régen, integrálták a családba, és akkor ott volt nekik valami fajta szerepük, segítették a családnak a működését, stb. De hogy olyan furcsán néztek azokra az emberekre, akik egyedül csodabogarak voltak, akik egyedül éltek. És most itt e, meg kell szoknunk, el kell fogadnunk, e, legalizálni kell az egyedüli életformát, és nem pedig úgy tekinteni rá, mint az, mintha az valami fajta ilyen csökevényes formája lenne a létezésnek, mert nyilván az a legitím és az a normális, aki párkapcsolatban él, miközben azt tudjuk, hogy Tudsz egyedül lenni, és jól vagy egyedül, miközben mással lenni is, ugye, nagyon gyakran előfordul az, hogy valakivel vagy, és igen. mégis magányos vagy. Társas, magány, erről is fogom még, és igen. És az egyedülét az nem feltétlen jelenti azt, hogy magányosnak éled meg magad, de még mindig ezért, ugye, e, e, nem tudom, kvázi harcolni kell, hiszen mindenféle ilyen nyilatkozatokban meg kell védeni igen. magad, hogy köszönöm szépen, én jól vagyok. Alapvetően az az állapot, amikor te választod azt, hogy időszakosan vagy, akár hosszabb ideig egyedül vagy, és, és így vagy kerek. Ez, ez, ez tudományos, igaz, igazolt tény, hogy, hogy ez terápiás jelleggel bír? Hat. Hogyha ebben jól érzed igen. magad. Igen, igen. Ugye itt arról beszélünk, hogy a, a, az egyedüllét az az én választom, és ebben jól vagyok. A magány az, amikor, amikor nem választom, hát, igen, és igen, nem vagyok jól ö, egyedül. Ö, és hogyha választom az egyedülétet, a befelé fordulást, a magamra figyelést, az valóban nagyon sokat tud segíteni, hiszen egyébként folyamatosan kint van a fókusz, kifelé figyelünk, állandóan az köti le az érzékszerveinket, hogy odakint mások mit csinálnak. És eljuthatunk a túlterhelődésnek egy olyan szakaszába, amikor azt mondjuk, hogy jó, akkor most be akarok csukni mindent, ki akarom zárni a világot, mert szükségem van az elcsendesedésre, a befelé fordulásra, az elvonulásra, arra, hogy gyógyuljon a lelkem, mert a sok zajtól már nem hallom a saját hangomat. És ezek az egyedül töltött időszakok, akár hosszabb, akár rövidebb idők, azok segíthetnek abban, hogy hogy közelebb kerüljek a saját belső lényegemhez, hogy megtaláljam azt az iránytűt, mondjuk, amit elveszítettem, mert, mert állandóan kint zizektem. Különösen ilyen nagy megterhelést követő időszakok után nagyon-nagyon jó tud tenni, hogyha ki tudunk szakítani magunknak, akár napokat, vagy egy-két hetet, amikor, amikor tudunk egyedül lenni. Akkor vissza tudjuk építeni magunkat. Ha jól veszem ki a szavaidból, akkor ez mondjuk, ha párkapcsolatban vagy családban élünk, is fontos lenne. Hogyne, persze, hiszen abban is ki tudunk merülni, ki tudunk égni, hogyha folyamatosan másokra figyelünk, hogyha magunkra nem jut fikarszni időse, energia se, abban is el tudunk fáradni, mert mert a család is egy, egy bár a miénk, de mégis egyfajta kintet is jelent uh -huh. És hogyha nincs időnk a bentre, akkor, akkor kiégünk, akkor elveszünk, akkor akkor nem tudunk már adni. Tehát, hogy kell, hogy, egy, hogy eljöjjön az az időszak szerintem, amikor egy ilyen nagy megterelés után azt mondjuk, hogy na jó, most odaállok a sor elejére, és egy kicsit magammal foglalkozom. De ez egy kicsit olyan, olyan blaszfémikus dolog, amikor mondjuk valaki mondjuk anyaként azt mondja, hogy na, akkor én most egyedül magammal foglalkozom a saját szükségleteimre, a saját vágyaimra figyelek, és adjatok egy kis időt. Tehát így, így csak ezenbe jut az például, hogy nem tudom, tavaly, tavaly előtt nyáron, tavaly nyáron azt hiszem, úgy összefolyik ez a 2020-as év, hogy már azt se tudom, mi okay. van, meg hogy egyszerre hosszú és rövid. Na, szóval, hogy tavaly, igen, 2019 nyarán volt az, hogy, hogy három napra elutaztam egyedül Barcelonába. Mm. és uh, állati rövid volt az egész, és, és közben ráadásul olyasmi történt itthon, ami miatt még csak ki se tudtam igazán kapcsolni, de mégiscsak egy nagyon, nagyon jó, jó élmény volt, és, és, voltak olyan emberek a környezetemben, akik pedig ismernek, akik, amikor mondtam, hogy egyedül megyek Barcelonába, akkor megkérdezik, mi valami baj van? <Szor> <Szor> hogy ez hogy lehet? És a gyerek? és a férjed, és akkor ez, tehát hogy egyszerűen ez, ez valahogy nem egy bevett szokás, hogy, hogy, ezt normálisnak tartanánk, hogy a, mondjuk anya elvonul. Igen. Azt inkább, hogy apa elvonul. Igen, igen. Miközben mind a kettőnknek szüksége van arra, hogy, hogy magunkat is gondozzuk, hogy gondot viseljünk magunkra is, és annak része az, hogy, hogy időnként kiszállni, ugye az előző adásban beszéltünk arról, hogy van az én, van a te, és amikor egy párkapcsolatban, egy családban vagyunk, akkor van a mi. De hogy, hogy kell, hogy az Énnek is legyen ideje. És igen, akkor olyankor jó, hogy ki kell vonni magunkat a, a, abból a helyzetből, ami, amiben egyébként létezünk, amikor folyamatosan má, a másik is jelen van, még ha nem is figyelsz rá, de azért mégiscsak figyelembe kell venni. És ebbe el lehet fáradni, és kell, hogy, hogy újra töltődjünk. Tudod, elcsépelt idő ez az én idő, miközben ö, maga, amit takarna, az létszükséglet lenne. Na, párkeresés. Tudom, hogy sokan várják ezt a témát, mert hogy, hogy tegyük fel, hogy eltöltöttem magammal úgynevezett szinkliként ezt az időt, amit így magamra akartam Emma Watsonként, reinkarnációként, vagy nem tudom miként tölteni, és, vagy fordítani, és akkor most, most, úgy már így vágynék valakire, és akkor következik egy írtózatosan nagy harc, a környezetemben számtalan életerős, tehetséges, jóképű vagy, vagy csinos jó humorú, stb. többi, a többi egzisztenciával rendelkező, akár ö, nő és férfi keres párt ö, szüntelenül és állandó kudarca. Tehát ugye ez valahogy ma Nehé. állati nehéz. Én nem tudom, hogy ez mindig nehéz volt e de most azt látom, hogy valahogy nagyon nehéz, és itt van egy nagy össz-össz közösségi elakadásunk. Hát, ha csak a statisztikát nézem, mondjuk a számadatokat, ö, hogy mennyien éltek korábban mondjuk a 70-es, 80-as években házasságban, és mennyien, vagy párkapcsolatban, és mennyien most, akkor gondolhatod azt, hogy hát régen ez könnyebben ment. Ugye nagyon más elvárásokkal, és nagyon más életkorba léptek az emberek párkapcsolatba, ami egyébként a legtöbb esetben házasság volt, tehát hogy kellett, hogy az szentesítve legyen, és, és az egy hivatalos formájú együttélés legyen. ugye az, azt láttuk, hogy régen a családból, amikor kijöttél, akkor beleléptél a saját párkapcsolatodba, a saját házasságodba. És két félig kész fiatal került össze, és kezdett el valamit közösen építeni, amikor a, az identitásuk, a személyiségük még nem volt annyira kiforrott. Most minden kitolódott, ez biztos is már közhelyszinten már unásig ismételjük, de valóban úgy azt látjuk, hogy ugye minden később történik, és úgy tűnik, hogy nem feltétlen érettebb személyiségként keresünk, de inkább azt mondanám, hogy becsontosodottabb személyiségként keresünk valakit. És már Egyre, hogy ahogy haladunk előre az időbe, egyre hosszabb és hosszabb elváráslistákkal rendelkezünk. Ez van, hogy tudatos, és van olyan része, amit igazából, amire nem is látunk rá, mégis hordozzuk magunkba. És ez komolyan megnehezíti a, a pártalálást. Mi hm. mindent keresünk a másikban ma. Csak kihasználtam, hogy levegőt Na. veszel. <laughs> Na, a csak. mindent is. Igen, mi mindent a is a mindent keresünk mindent ma a másik, is. másikban. Mi? mindent. Jó barátot, humoros társat, megbízható embert, de közben végtelen nagy szenvedélyt, valakit, akivel a spirituális elképzelésünket, fejlődésünket is meg tudjuk osztani, valakit, aki kihozza belőlünk a lehetséges legjobb énünket, aki segít az, minket az önmegvalósítás útján, Érzelmi biztonság biztonságot. Érzelmi biztonságot. Ó, érzelmi biztonságot. Lendő, Intellektuális szülőpát, mindent, mindent. Jó anyát, jó apát. <laughs> Erre Na, mondja nagyon azt egyébként a Eszter Perel, akit rengetegszer idézünk itt, hogy, hogy a, a, társkeresés az régen olyan volt, mint egy termelői iparág, ma meg olyan, mint, ma meg a szolgáltatóiparhoz tartozik. Ja, hát régen azért tényleg ez volt a fő cél, hogy hogy tartsunk össze egy közösséget, amit úgy hívunk, hogy család, abban születnek majd gyerekek, és biztosítsuk az ő felnövekedésüket, és neveljük fel őket, és, és bocsássuk majd útjukra, és közben hát közösen termeljünk, hiszen a család egy termelő funkcióval is bíró valaki volt. Hát mostanra ez megszűnt, mert mindenki megy a maga útján is, Mindenki dolgozik valahol távol a, az otthontól, de közben rengeteg érzelmi szükségletünk lett, amire, ami egyébként most keletkezett, mert hogy és legyen boldogság az életünkben, és legyen spirituális fejlődés az életünkben, és legyen egy ilyen, nem tudom én, önmagunkra találás az életünkben, ezek a szükségletek korábban nem voltak jellemzőek. Most ezek is vannak, és kéne valaki, aki ebben segít. Hát meg azt, azt látom, hogy a hogy van ez a mitosz, hogy, hogy tegyél engem boldoggá, hogy, tehát, hogy ki, ki, valahogy kinyúlunk a boldogságért, miközben nem biztos, hogy ki kellene nyúlni, lehet, hogy befele kellene nyúlni, mondja ez Popper Péter például, meg egyáltalán olyan nincs, hogy, hogy, permanens boldogság, és ő például egy, egy előadásában azt is vitatta, hogy, hogy, hogy nem létező fogalom az, vagy nem létező mondat az, hogy én 20 éve, 30 éve boldog vagyok a társammal, hogy ilyen nincs. Hát állandóan, meg boldogság állapotában lenni, az egész biztos, hogy nem tud működni. Boldog pillanatok lehetnek, boldog események, élmények, amiket megélünk, ezek lehetnek az életünkben és közben meg vannak olyan időszakok, amikor éppen nincs semmi, mert nem vagyok boldog, vagy olyan, nem tudom, én átmeneti időszakot élek meg, vagy éppen szomorú vagyok. Szóval, hogy ez így hullámzik, és, és mindenfajta érzésnek helye van az életünkben. Mi mégis szeretnénk eliminálni mindent, ami, ami rossz, és kizárólag csak a jó dolgokat megtartani, és ez nagyon megterheli a pár keresést is. Hiszen leülök valakivel beszélgetni, és, és már rögtön olyan elvárásokkal megyek oda, hogy azt nézem, hogy akkor ő tudna-e jó párom lenni. Miközben az első rendezvúm, mondjuk az első beszélgetésen, egyszerűen annyit, annyinak kellene, hogy eldöljön, hogy lesz-e követke, lesz-e egy második beszélgetésünk, hogy Kíváncsi vagyok-e arra az emberre annyira, hogy még egy második beszélgetésbe is belemenjünk? Felkeltette az érdeklődésemet. Ö, milyen volt ott lenni vele? Ez, az emberek általában nem erre figyelnek, hanem rögtön azt nézik, hogy na, akkor a, itt a listám, és akkor vajon hány pontnak felel meg a másik, és hogyha találnak egyet, aminek nem felel meg, mert például volt ilyen paciensem, aki azt mondta, hogy de hát ez egy elvált ember. És hát ő nem akar. Ö, ez nem. Nem tudta megmondani, hogy miért nem szeretne egy elvált emberrel, akinek egyébként nem volt gyereke, és egy ilyen nagyon rövid házassága volt, amiből amiből már jó ideje kilépett. De azt mondta nem, ez számára elfogadhatatlan. És amikor elkezdtünk arról beszélni, hogy egyébként hogy érezte magát, akkor kiderült, hogy jól érezte magát, és jót beszélgettek, és rengeteg közös témájuk volt, de a fejébe így bekattant az, hogy hát nem, hát nem lehet, hogy, 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 ő egy elvált emberrel lépjen párkapcsolatra. Szóval, hogy nagyon érdekes módon így a saját érzéseinket is ezek az elvárások akár képesek felülírni. Másként ismerkednek a férfiak és a nők? Mást várnak a másiktól? hogy reagálnak? A más listával érkeznek a rendezvúra? Hát azt gondolom, hogy igen, szerintem a, a, a nőknek hosszabb a listájuk. De azt látom, hogy mi azért, úgy, hogy elbíbelődünk ezekkel a listákkal, és gyártjuk ezeket rendre. Igen, szerintem több elvárásunk van. Én azt látom, kevésbé, legalábbis akikkel én beszélgettem, sokkal, sokkal merevebbek ezek az elvárások, hogy aminek Persze, most, hogyha nagyon piszkálgatni akarom ezt, hogy miért is van így, akkor piszkálgassuk. Akkor van ennek egy evolúciós oka is, hiszen egyszerre keressünk valakit, aki nagyon jó géneket hoz, tehát egy ilyen domináns valaki, és közben megbízható is. Egyébként, amikor azt vizsgálták, hogy a nők. Ö, ö, párválasztási preferenciái azok hogyan változnak, akkor azt találták, hogy még egy cikluson belül is, tehát a női menstruációs cikluson belül is változik az, hogy ki az, akit vonzónak ítélünk. Hogy még az első, a ciklus első idejében, ott hát bizony a tesztoszteronnal telt férfi, az, tehát akár a macsó, a domináns, macsó, típus, a domináns típus az, aki akár a rossz fiú felkelti jobban az érdeklődésünket, addig a ciklus második felében, amikor ugye a természet logikája szerint már a megtermékenyítés megtörtént, akkor pedig a, a kiszámítható, a megbízható ö, tulajdonságokkal rendelkező, vagy olyan jelző ingereket adó férfiakat preferáljuk inkább. Szóval, hogy még magunkkal is időnként ilyen ellenmondásba mm -hmm. tudunk keveredni. A, hogyan lehet azt magunkban akkor, hogyha ennyire belső ellentmondásokkal küzdünk, már biológiailag is meghatározottan, akkor ezt hogyan lehet úgy valamiféle ö, megfelelő arányrendszerrel valamiféle, nem tudom, közös, közös többszöröst vagy, vagy, vagy megtalálni a saját halmazainknak, hogy, hogy, hogy mégiscsak, mégiscsak normális és teljesíthető elvárásokkal érkezzünk meg egy-egy ismerkedési folyamatba, anélkül, hogy mondjuk túlságosan leértékelnénk magunkat. Nézd, én ezt indítanám rögtön az elejét, hogy, hogy az embernek kell, hogy, hogy egy ha hogy eljön el az életébe az a pillanat, amikor ránéz arra, hogy neki milyen érzelmi kapcsolati tapasztalatai vannak. Tehát ő milyen érzelmi kapcsolati örökséggel érkezik majd bele egy párkapcsolatba. Hogy erre, erre muszáj ránéznünk, hogyha a mai világban szeretnénk boldogulni, hogy milyen hatások értek engem korán, hogy hogyan szerettek engem, hogy milyen élményeim vannak a, a, az intimitásról, az életem legelejéről. Mert ezek befolyásolják, hogy mit keresek, hogy mit félek, hogy mi az, ami, ami taszít, mi az, ami vonz. És ezekkel jó lenne, hogyha elkezdenénk tisztába lenni. Aztán a megelőző kapcsolatainknak a történetét is jó, hogyha ha kellően helyére tesszük, és, és kritikusan ránézünk. A kritikusan ránézés az ebben az esetben nem azt jelenti, hogy mondjuk a másikat, a volt párunkat kritizáljuk, hanem hogy önmagunkat is bevesszük a, az analízisbe, és megvizsgáljuk, hogy egymásra hogyan hatottunk, hogy mi volt annak a kapcsolatnak a, a, a tényleges története mert hogy ez is hat arra, ahogy egyébként belelépünk a, a párkeresésbe. Sok-sok negatív tapasztalat nyilván óvatossá tesz. Védekezőbbé tesz. Jó, hogyha ezt is tisztázzuk magunkba, hogy igen, én már annyit sérültem, hogy elkezdem magam védeni, és amikor valakivel találkozom, akkor nem biztos, hogy az ő készülékében van a hiba, miközben Igen. könnyen ráfogom annak érdekében, hogy védjen magam egy újabb lehetséges sérüléstől. Tehát, hogy ezeket a nagyon összetett, tudattalan működéseket bizony felszínre kell hozni annak érdekében, hogy jól induljunk el ezen az úton. De mondok egy másikat is. Olyannal is gyakran találkoztam mostanában, hogy valaki a felszínen nagyon eltökélten hangoztatja, hogy szeretne párt találni. És elmegy rengeteg rendezvúra, és húzkodja jobbra-balra azt a húzkodós applikációt, és, és ő azt mondja, hogy ő mindent megtesz, hogy neki legyen végre párja, és hogy a szüleinek is igazából ez, a, ez az elvárása. És elkezdünk beszélgetni és kiderül, hogy ő egy egyke gyerek, aki távol él a szüleitől, és valahol a lelkemén azt érzi, hogy egy nagyon komoly felelősséggel tartozik az egyre idősödő szülei irányába, és majd egyszer neki biztos gondot kellene viselni a szüleire. És hát most is gondot visel rájuk, hiszen két hetente rendszeresen hazalátogat, és ott megvannak a rituálék, Persze ott mondják a szülei, jaj, de jó lenne már, ha lenne neked is párod, de akkor hirtelen megfogalmazza, hogy hát azt mondjuk nem tudom, hogy hogyan tudnám én ezt beleilleszteni egy párkapcsolatba, hogy én két hetente hazajárok. És akkor ez a mondat megvilág, megvilágítja azt a tudattalan szintű ellenállást a párkapcsolattal szemben, ami egyébként benne van, hiszen ő egyrészt persze szeretne párkapcsolatba lépni valakivel, másrészt meg nagyon fél attól, hogy legyen egy párja, hiszen akkor veszélybe kerülne az ő védő funkciója, amit egyébként a szülei életében betölt, és amivel, amit ő így magára vesz, és amit ő szeretne vinni az élete további részében is. Azért, hogy mennyire elképesztően bonyolultak vagyunk mm -hmm. mi emberek, mert most, de tényleg, tehát, hogy annyira, hogy mi mindent teszünk egymásra, szülőként és gyerekként, és viszünk bele újabb és újabb párkapcsolatokba, az előbb, ahogy így mondtad, hogy hogy, hogy mennyire fontos az, hogy az ember egy ilyen ön, önreflexív módon álljon ahhoz, hogy, hogy amikor például újra és újra belelép ugyanabba a folyóba, mert ugye nem lehet, de lehet, és állandóan én is hallom azt barátaimtól, hogy hogy nincs szerencsém a szerelemben, hogy én állandóan ezeket az idiótákat, vagy nem tudom, miket vonzom be. Mm -hmm. Tehát, hogy, hogy ilyenkor azért az embernek a választott családja, tehát mondjuk a, 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 a baráti köre is felelős azért, hogy ilyenkor ne csak lapogassuk egymást, hogy is megerősítsük, hogy hát persze, persze, mindenki hülye. hanem, hanem hát képesek legyünk, igen, és hogy képesek legyünk azt mondani annak a legjobb barátnak, vagy legjobb barátnőnek, hogy ide figyelj, azért van ez, mert megnézted-e azt, hogy miért van ez? Na, szóval érted? Igen. Most egy kicsit felhúztam fel... magam. Mert Beleéltem ebbe. Igen, hát ugye a barátok általában azt szokták, hogy mellettünk állnak, és, és mi az az elvárás, hogy megerősítjük egymást. Igen, miközben jó lenne, hogyha néha egy picit így mernénk tükröt mutatni Igen. a másiknak, és azt mondani, hogy te figyelj de azért ez nem véletlen, hogy ez sorozatban ismétlődik a te életedben. Hogy lehet, hogy érdemes lenne elgondolkodni, mert mi barátként nagyon közel vagyunk hozzád, azt nem tudjuk, hogy mi, a, mi okozza ezt, mert azt majd egy pszichológussal, egy segítő segítőszakemberrel érdemes ö, kideríteni és annak utána menni. De azt viszont látjuk, hogy hát olyan nincs, hogy mindig ugyanaz a történetnek a vége, és te abban nem játszol semmilyen szerepet. Hát meg még az is felmerült bennem, hogy meddig foghatjuk a dolgainkat a szüleinkre. És ezt tudom, hogy már nem először kérdezem tőled itt ebben a, ebben a székben, ebben a műsorban, de hogy, hogy persze iszonyú fontos az, hogy hogy tisztában legyünk a, a kötődési, a korai kötődési traumáinkkal, és hogy mit hozunk otthonról, és a többi, és a többi, de hogyha ott vagy 41 két évesen, és újra és újra kudarcot vallasz, akkor, és, és elkezded fölfejteni a családi, a családi történeteteket, és megtalálod azokat a pontokat. Szóval, hogy nem, nem lehet állandóan mindent erre fogni. Nekem legalábbis ez a, ez a ö, nagyon civil meglátásom. És ez, ez, pontosan így is van, hogy egy idő után az érettségünk az, az megkívánja azt, hogy, hogy letegyük azt, amit otthonról hoztunk, de legalábbis foglalkozzunk vele olyan szinten, hogy, hogy elinduljunk az át, a hozott minták átalakításának az irányába. És ez, ez nagyon-nagyon fontos lenne, hogy minél több ember ismerje ezt mert sokkal kevesebb bántás, sokkal kevesebb csalódottság, sokkal kevesebb vállás, sokkal kevesebb keserűen megszakadt kapcsolat lenne ebben a világban, hogyha, hogyha tényleg elkezdenénk magunkon, ahogy tudod, Dolgozni, 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 és ezt nem csak mondanák, hogy de én már annyi előadásom voltam, tudod, az önismerettel kapcsolatban is vannak ilyen tévképzetek. Annyi előadásom voltam, engem érdekel a pszichológia, olyan sok könyvet elolvastam, mondják, és azt gondolják sokan, hogy ez felér egy önismereti utazással. Vagy voltam pszichológusnál háromszor. Jaj, hát mm -hmm. ez, Édes kevés ahhoz, hogy a személyiségednek az alap működése az képes legyen megváltozni. Hiszen mire belekerülsz egy párkapcsolatba, addigra annyi tapasztalatot halmoztál már fel, és ráadásul egymást megerősítő tapasztalatokat válogatunk egyébként, tehát nem véletlenül történnek velünk az életünk eseményei, hanem szelektálunk. És hogyha van egy korai elképzelés, egy korai élmény, egy korai tapasztalat, akkor bizony úgy megyünk az életünkbe, hogy azt mondjuk, hogy aha, jaj, ez nagyon hasonlít hozzá, be húzom. Jaj, ez nagyon más lenne, bocs, én ezt elengedem. Tehát aki nem érte meg gyerekkorában a biztonságot egy kapcsolatban, a szeretetet, az intimitást, amikor azzal találkozik az életében, akkor vagy nyúlcipőt köt, vagy azt mondja, és elmenekül, vagy azt mondja, Jézusom, de furcsa ez, hát én ezzel nem is tudok mit kezdeni. Ez túl sok, ez túl nyálas, és köszöni szépen, nem engedi be ezt az új tapasztalatot, mert testidegennek fogja megélni. Hát ez, ez azért nagyon sokszor, amit most elmondtál, az, az, annak sokszor az az eredménye, hogy, hogy benne vagyok egy párkapcsolatban, de nem, de nem engedem bele magam, de nem engedem az intimitást, de nem engedem a másikat érzelmi közel magamban. Falakat húzok föl, embere menekülök, hobbiba, munkába, ki tudja be sportba, ebbe, abba a barátokba. És élünk egymás mellett. És élünk egymás mellett, és ülünk a külön kanapénkon, a külön laptopunk mögött, mondjuk, ha szerencsénk van, vagy a telefonunk mögött, szóval van, hogy ez egy, ha már népbetegség, ez is egy párkapcsolati népbetegség, a közös elmagányosodás. Igen, hát van, akinek a távolság jelenti a biztonságot, mert egy olyan gyerekkori tapasztalattal érkezik a felnőtt korában, hogy a túlzott közelség az sok, vagy nincs, tehát, hogy hiába vágyom rá. Ugye azért a gyerek azzal a vágya születik, hogy legyen közelség. És a kérdés az, hogy erre az igényre, erre a szükségletre hogyan reagál a környezete. Hogy amikor van közelség, hogy lehet-e közelség, kap-e közelséget, és az egy jó közelsége. Mert van olyan, amikor a közelség az nem jó, nagyon megterhelő. Mondok egy példát, egy kisgyerek, aki, aki éppen egy, egy valami nem stimmel vele, és nem tudom én, éhes, és azt se tudja, hogy ez micsoda, és sír, és akkor jön az anyuka, aki a gyerek sírását azt nem tudja jól tartalmazni. Tehát, hogy azt, a, azt az érzelmi zűrzavart, amit mondjuk a gyerek megél, azt így nem tudja felfogni, és megtartani, és azt mondja, hogy jó, most te, te sírsz, most te ilyen, így ki vagy borulva, de itt vagyok én, aki tudom azt, hogy ezt kibírom, ezt a feszültséget, ami belőled felém árad, és én tudom ezt a feszültséget nem csak elhordozni, nem csak kibírni, hanem csökkenteni is. Hogyha ezt az anyuka így reagálja le, akkor a gyerek megtanulja, hogy, hogy közel lenni az jó dolog, mert abban megtörténik az, hogy az én szükségletem kielégítődik. Még Hogyha az anyuka úgy közelít mondjuk egy mondjuk ilyen, egy ilyen síró, feszült gyermekhoz, hogy jó Istenem, jó Istenem, megint sír! mi baja lehet vajon, már megint sír, és ő is beviszi a Ezt saját feszül, feszültségét nem? ebbe az amúgy is feszült helyzetbe, akkor egy gyerek egy idő után rátanul, hogy a másik nem hoz enyhülést, és inkább nem is keresem a közelségét, inkább nem is sírok, inkább nem is adok jelzéseket, inkább nem is kérem a segítségét, mert úgy se jön, sőt, még csak rosszabb lesz a helyzet. És ezekből az emberekből lesznek á, aztán később felnőtt korban azok, akik, akik, akik kifejezetten rosszul érzik magukat, hogyha a másik nagyon közel jönne. És azt mondják, ú, uh, nem, ezt köszönöm szépen, nem. Mondhatjuk rá, mondjuk, hogyha a kötődés szempontból szeretnénk őket mondjuk címkézni, akkor ők azok, akik így elutasító módon kötődnek, hogy hogy a túlságosan közel, közeljövő másik az egyfajta fenyegetettséget jelent, és akkor inkább kilavíroznak a kapcsolatból élhetnek ők egyébként kapcsolatban, akár évtizedeken keresztül, de hogyha a másikat, a párjukat megkérdeznénk, hogy milyen ezzel az emberrel együtt lenni, akkor azt mondja, hát neki azért mindig fontosabb volt a munkája, mindig, mindig valahol máshol járt, mindig kerülte azokat az igazán szoros együttléteket, ami mondjuk nekem olyan jó lesett volna, szóval hogy a másik számol be arról, hogy, hogy ott volt, ott volt, de igazából ilyen villanások. Nem tudta kifejezni mondjuk az érzelmeit, vagy én megélni a, úgy, ahogy a másik. Um, az, ami egy picit beszéljünk arról a, 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 a vége felé, hogy ami most egy egy jelenség, a, legalábbis a közösségi médiában mindenképpen ez a kapcsolatmarketing, én így hívom, hogy, hogy nagyon sok ember posztol folyamatosan arról, hogy ő neki milyen jó, és hogy ő neki ott van a kapcsolata, és hogy ő mennyi mindent. Most nem arról beszélek, hogy elmentünk valahova nyaralni, és ért minket egy olyan élmény, amit legszívesebben világára kültönnék, hanem az, a, az az úton útfélen minden héten kicsimmelét, kicsimmel ott, uh -huh. hat éve együtt, tíz éve együtt, nem tudom, tehát hogy a csókolózós képek, a, nem tudom, össz, Folyamatos képe. az folyamatosan összebújók képek, uh -huh. és uh, én ne érts fél, én nagyon örülök mások Boldogságának, csak hogy nekem ez néha gyanús. Mert hogy tényleg az is. Aha. Ugye a közösségi média az az én bemutatásnak a felülete. Az tulajdonképpen egy olyan homlokzat, ami egyébként az arcunk, meg a ruházkodásunk, meg a viselkedésünk hogy ez is egy homlokzat, amit úgy, na, hát azért úgy nem akármilyen ruhába jöttem én sem most ide, megfésülködtem, feltűztem a hajam. Jól nézel ki. <laughs> Csak mondom. Ügyeltem arra, hogy a homlokzat jó, ki, jó a legjobb a És a közösségi felület is egy ilyen homlokzat, ahol szeretnénk a legszebb énünket, az életünknek a legszebb momentumait megmutatni, de közben belecsúsztunk egy ilyen önbecsapásba, meg a másiknak a becsapásába, tehát egy ilyen nagy népnemzeti becsapásban vagyunk, vagy össznemzeti becsapásban, vagy világméretű becsapásban, mert azért ez nem kifejezetten magyar ja, nem rendség, csak ránk, persze, de hol persze, hogy kozmetikázzuk a, a történeteinket, ami, ami igazából nekünk sem segít, de annak, aki nézi, meg különösen ártalmas. Mert még azok is, akik pontosan tisztában vannak vele, hogy mi történik ilyenkor a közösségi médiában, még ők is elkezdik magukat hogy ott a legszebb arcodat mutatod, ami nem a valóság, elkezded magad rosszul érezni, nem? Pörgeted a közösségi felületeket, és azt látod, hogy egyik mosolygós, a másik után, és úristen, és, és micsoda egymásba kapcsolódások vannak, és azt éled meg, hogy hát ehhez képest az én életem a silány. És egyébként az emberekben alapvetően működik egy ilyen összehasonlítás. Tehát, hogy ez, ez van programozva, hogy hasonlítjuk magunkat, hiszen azt nézzük, hogy illeszkedünk-e a nagy tömegbe, mert hogyha illeszkedünk, az biztonságot ad. De hogyha azt látom, hogy a nagy tömeg, az mind ilyen boldog mindenki, ilyen tökéletes életet él mindenki, hát úristen, négy gyereke van, és így néz ki a konyhája, meg a nappalia, hát én meg itt átgázolok mindenféle legó és örülök, hogyha éppen aznap nem lépek bele a játékoknak valami éles sarkába, és nem sérülök meg, és hogy hát ah, nem tudom, vagy ne, én mindig keresem a páromadot esetben vagy éppen adott esetben még mindig keresem a párom, akkor nagyon rosszul fogod magad érezni. Tehát, hogy becsapjuk magunkat is, és becsapjuk egymást is. Éppen a múltkor volt nálam egy pár, és elmesélték a hétvégéjüket, ami hát a lehető legveszekedésesebb, veszekedésesebb, legkonfliktózusabb hétvége volt, tehát eljutottak odáig, hogy hát akkor válunk, és egymásra csapták az ajtót, és el, elrohant egyik nap egyik őjük, másik nap másik őjük. És közben ők nagyon boldog képeket posztoltak az egyik közösségi felületen. És hát erről azért úgy beszélgettünk, hogy igazából most milyen hatással van rájuk, hogy folyamatos önbecsapásban, meg mások becsapásában és vannak. És hát ezen elkezdtek gondolkodni, hogy hogy igen, hogy neki az ő életüknek van egy olyan része, ami elszakadt a valóságtól, mert annyira. Tehát ott-ott van egy külön, ö, tényleg a valóságtól független kapcsolati identitású, kapcsolati képük, amit így, így, amiben így kapaszkodnak, hogy de hát olyan szép pár vagyunk, és közben egyébként nem olyan szép pár így, így, hogyha megnézzük, hogy hogyan vannak egymással és hogyan bántják egymást, akkor nem ez az első gondolatod. És hogy, hogy ezek ilyen. Ilyen meghasonlás tudod? Hogy, mm. hogy van az a létezésük, és van a tényleges létezésük, és akkor ezt így szét kell szállazni, és el kell választani, és meg kell nézni, hogy például ez milyen funkciót tölt be az ő esetükben, vagy akár bárkinek az esetében, aki mondjuk egy ilyen hamis, illuzórikus képet posztol magáról. Igen, amúgy a, ugye beszéltünk a színlikről, egyedülállókról választott egyedül létről, stb. Hogy, hogy ez, ez nem csak párkapcsolatban van ez a, ez a marketing tevékenység, hanem, hanem vannak olyan egyedülálló barátaim, ismerőseim, akik, akik szintén azt projektálják ezekre a felületekre, hogy milyen állati jól vannak. És közben a legsötét, a magány legsötétebb bugyrai van élnek. És én nekem egy kicsit az a félelmem amúgy, hogy ez ez kifejezetten ártalmas lehet befele saját magunknak, ez a, nem csak a be, ez ez egy meghasonlott Ez lét. egy hazugság. Hát de a hazugság, de a hazugság, az azon túl, hogy megállapítjuk, hogy ez egy hazugság, de hogy ez egy mérgező dolog. Ha hogyne a hazugság az, ja, Az azt jelenti, hogy meg te megmásítod a valóságot, és ez, ez persze, hogy mérgez. Mert közben ugye ott egy titok is keletkezik, hogy azt nem tudom elmondani, hogy egyébként hogy vagyok. Hogy egyébként úgy a rosszul érzem magam, hogy sikertelenséget élek meg, hogy elhagyatottságot élek meg, hogy éppen válófélben vagyunk. Ezt, ezt el kell tagadni, ezt le kell... Tehát el kell hazudni, el, el kell hazudni ö, és, és titkot generálsz, és ez ezzel még inkább megterheled magad. Tehát már nem elég csak mondjuk a, a magányoddal, a sikertelenségeddel, a szétmenő párkapcsolatodnak a terhével kilódni, hanem még azt a terhet is magadra húzod, hogy ezt igazából nem tudod felvállalni. Ö, nincsenek meg azok a, a nem tudom, kapcsolódási lehetőségeid, akik aztán segítenének mondjuk ennek az érzelmek. Amit tehernek a feldolgozásában, mert hazudtál valamit magadról. Hát mostanában egyébként tényleg ezt látom, hogy, hogy még a barátok is nagyon sokára értesülnek mondjuk egy párnak a kapcsolati kudarcáról, mert nem nem találkoznak, vagy ritkán találkoznak, és követik őket a közösségi médián, ahova kizárólag a pozitívumok kerülnek fel, és még a barátokat is sokként éri adott esetben, hogy szétmentek, hát hogy, hogy. De ezt elmondhatjuk itt a végén, hogy a, a, a magány egyik ellenszere talán az, hogyha beismerjük a magányt. Most nem arról beszélek, hogy arról posztoljunk a közösségi médiában, hogy jaj, de állati magányos vagyok, és de rossz nekem, de hogy, a, de hogy saját magunk, tehát most hagyjuk a, a Social médiát egy pillanatra, vagy ugye, ugye a mai részre, de hogy így magunk előtt beleállni abba, hogy passza meg, Nézd, én magányos vagyok. Az önazonosság az minden, minden rossznak az ellenszere, mert hogyha ha önazonos vagyok, és ez azt jelenti, hogy ha magányos vagyok, akkor akkor nem hazudom azt, hogy egyébként szuper jó párkapcsolatban élek. Nem mondom el, persze, kinek mi köze hozzá. Tehát, hogy nyilván ö, leszűkítem azt a kört, akivel egyébként kommunikálok. Ö, mert megvannak azok a jó barátaim, akik, akiknek el lehet mondani, hogy hogy érzem magam. Akik vevők az én valóságomra, akiknek nem kell valamit hazudnom. És akkor kifele pedig nem, nem kell mutatnom. Tehát, hogy egy Pici ilyen önkorlátozást érdemes gyakorolni, hogy, hogy mit csinálok odakin ezeken a felületeken, és kell-e azt nekem csinálni feltétlen, kell -e nekem mindig valamit mutatni magamról, ami egyáltalán nem rímel rá az én belső valóságomra, az életemnek a, a, a realitására. Szóval, hogy, hogy ez mindenképpen jó, hogyha elkezdjük megvizsgálni, hogy hogy mi mit csinálunk, hát álljunk már meg egy fél percre, és nézzünk rá az életünkre, mert én azt látom, hogy automatikusan toljuk, 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 toljuk azokat a dolgokat, amiket, hogyha így egy pillanatra megállnánk és megvizsgálnánk, akkor szerintem három perc alatt abba hagynánk, mert rájönnénk, hogy teljesen értelmetlen, sőt, mi több káros, amit csinálunk. Köszönöm szépen a beszélgetést. Én is köszönöm. Nektek pedig nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Ez a Beszélnünk kell podcast. Orvos Tóth Noémit és Détót Krisztát hallhattátok a VMN stúdiójából. szerkeztünk Vilákovics Radojka nevében is. Köszönöm a figyelmet. Jövő héten jövünk. Sziasztok! Sziasztok!